Hiába sípolt, dudált, szirénázott az ellenzék a parlamentben, hiába mászták meg a Sándor Palota erkélyét, hiába volt felvonulás, demonstráció. Tegnap Áder János köztársasági elnök aláírta a paksi atomerőmű bővítéséről szóló törvényt, és meg is indokolta egy közleményben, hogy miért megvizsgálta, és egyrészt azt mondta, hogy a törvény alkotmányos szempontból nem kifogásolható, tehát ezért írta alá, visszaküldésnek egyetlen egy feltételét sem valósította meg. A másik, amire utalt a köztársasági elnök, hogy a egyes pártok indítványára figyelemmel megvizsgálta a törvény népszavazásra bocsáthatóságának a kérdését, és megállapította, hogy nem lehet az alaptörvény alapján paksi atomerőmű bővítéséről népszavazást tartani, mert hogy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről van szó. Hogy így van-e, azt Kollár György fogja elmondani. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az államfőnek abban igaza van, hogy nemzetközi szerződésben eredő kötelezettség népszavazásra nem bocsátható. Az benne van az alkotmány, az könnyen megtalálható. Alapvetően így volt ez már a 89-es köztársasági alkotmány szerint is. Sőt, mondhatta volna még azt is, hogy egyszer majd Paks 2 dolgában költségvetési lépések lesznek, és költségvetésről, adóról sem lehet népszavazást tartani. Csak hogy az államfő nyilatkozatban több komoly hiba volt. Például azt mondja, nem küldte vissza. Nem csak ez a lehetőség. Az államfő három dolgot tehet. Egy, aláírja kihirdetését, gondoskodik. Ez megtörtént. Kettő, elküldi az Alkotmánybírósághoz. Három, visszaküldi a parlamentnek. Sajnálatos dolog, hogy a Áder János államfő gyakorlatában mindig a parlamentnek küldte vissza megfontolásra azt, amit az Alkotmánybírósághoz kellett volna elküldeni. Na nézzük, mielőtt a nemzetközi szerződésre térünk rá, akkor nézzük ezt az első pontot, hogy az alkotmánynak teljesen megfelelt, és nem lehetett visszaküldeni. Az Alkotmánybírósághoz milyen indokok alapján lehetett volna küldeni? Mintegy 10 olyan pont van az alaptörvényben, tehát a mostaniban, amivel szemben komoly aggály kelthető, azt lehet, hogy érzékeny vagy vérzékeny pontok benne, vegyük ezeket sorra, ha lesz rá idő. 10 pont van? 10, igen, következő. Az egyik, az ön műsorában is többször elhangzott, hogy parlamenti döntést előkészíteni nem így kell. Hatástanulmány, társadalmány, de mondok egy ennél is konkrétabbat. Oda kell írni egy tisztességes törvény végére, hogy ez a törvény az Európai Unió ilyen meg ilyen számú rendeletének, irányelvének megfelel. Tehát nem az, hogy beszéltünk Brüsszellel, hogy ez rendben van, hanem hát valóban az Unió kötelező jogának megfelel. De várjon, ez az alaptörvényben van benne? Hogy egy törvény... Nem, ez a törvények egyik kötelező kelléke. Ami miatt az Alkotmánybírósághoz költhette volna. Önnek a kérdés azért volt nagyon jó, mert azt mondták az alaptörvény elfogadás előtt, hogy most végre az alaptörvénybe kiírt, precíz, garanciális szabályok lesznek a törvényalkotás rendjéről. Nincsenek ilyenek. Van arról, hogy ki kezdeményezte a törvényt, meg az, hogy mi lesz a végén. Tehát köztem mi van, arról az alaptörvény sajnos hallgat. Az alaptörvény azt mondja, hogy demokratikus jogállam, abban pedig benne van, hogy nem azonos egy törvény, meg egy rendelet. A rendeletet stikába is el lehet fogadni, ki lehet adni. A törvényhez nyilvános parlamenti döntési rend tartozik, ott pedig volt, döntés... hát vita is volt. Csak döntési szituáció nem volt. A képviselők, sem a kormánypárt, sem az ellenzék oldal nem volt azoknak az információknak a birtokába, amelyek felelős döntésre vezettek volna. Az előbb említettem az EU-klauzulát, mondhatta volna, amit már ön is többször mondott, tehát ha egyszer nem tudja, erről van szó, nem tudták pontosan, miről döntenek, és annak milyen kihatása lesz. Most jönnek elő a csontvázok a szekrényből. Azután egy sereg olyan szabály van az alaptörvényre, amelyeket figyelmen kívül hagytak. Például azt mondja az alaptörvény Nándor cikke, hogy Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható, fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét követi, ezt az országgyűlési kormány elsősorban felel, de felelős az Alkotmánybíróság is. Hol van itt ez a felelősség? Tehát az alaptörvény N cikkét megszegték, hiszen itt szó nincs például átláthatóságról. Mert hogy ezt a 3000 milliárdot nem tudjuk, hogy hova, hogyan, miként fogjuk elszámolni, csak feltételezzük, hogy hova máshova, mint a költségvetésben. Hát igen, és hogy az tényleg 3000-re meg mindent, tehát itt ezek nem érvényesülnek. Jön egy másik dolog, ezek az adatok, miután közpénzről van szó, közérdekű információk számítok. Nem csak a parlamenti képviselők orrára kellett volna kötni, mindannyiunknak, önnek, nekem is jogom van ezeket megismerni, terjeszteni. Hogy sikerült? Sehogy se sikerült. Na
de ez, minden pont találjuk meg egy kicsit, igen, mert ezek nagyon igen, fontos kérdések. Például a közérdekű adatoknál, hát ha valaminél, akkor egy nukleáris erőműnél a legegyszerűbb azt mondani, hogy hát kérem szépen, titok. Ez biztonsági titok. Titok. Hát ugye nem mondhatjuk meg, jó, hogy nem az alaprajzot kérik majd, hogy hol és milyen, nem tudom, ellenséges erő hogyan tud behatolni az erőműbe. Tehát, hogy ezt a legegyszerűbb titkosítani, mint hogy meg is tették már 10 évre de nem egy részét. Tokkal vonóval mindent. Hát nem. Igen, a biztonsági rendszert. Igen, hogy mennyire... Olyan is előfordult, hogy rendőröket azzal kértek fel vizsgafeladatként, hogy próbáljanak behatolni Paksa, hogy megyek, tehát tesztelték a dolgot. Itt arról van szó, hogy nem a biztonsági rendszert, hanem a ide vonatkozó közpénzek takarékos, átlátható, a nemzeti vagyonkezelésének szabályt követő megoldását kellett volna. Magyarul nyilvánvaló lett volna olyan része, amire az összes parlamenti képviselőt és minden polgárt be kell avatni. Nem történt meg. De van egy egészen konkrét, szinte már mulatságos dolog, amiről talán az önműsorában volt szó, következő. Az is új alaptörvényi norma, hogy mi történik majd a kiégett fűtőelemekkel. Ugye ez ön említette többször a 20 éves szabály. Tehát kiégett, elvisszük, aztán visszahozzuk. De ezt az alaptörvény tiltja. Külföldről szemetet behozni tilos. Atomszemetet is, a miénket is. Tehát magyarul itt az alaptörvény nem játszik szerepet azoknak, akik ezt elfogadták, holott ennek kellett volna jönnie. Jó, csak ez is megmagyarázható szerintem úgy, vagy ha valaha valamikor valaki ezt a kérdést fel tudja tenni egy illetékesnek, akkor meg fogja magyarázni úgy, hogy a szerződésben, amit olvashattunk, tehát összvisz ennyit, ezt a 30 oldalt ismerjük, az szerepel, hogy az orosz fél köteles elvinni a fűtőelemeket. Úgy van. És ott ezeket hatástalanítja, tehát ezeket kezelik, átalakítják, nem tudom, mit csinálnak vele. Mert már fegyvert nem csinálok bele, holott arra volna alkalmas. Hát azt már hál' Istennek nem. Tehát, hogy szerintem az lesz majd az érv, hogy igen, ez az atomerőműből származó gyakorlatilag hulladék, de hát pont azért kötöttünk ilyen szerződést, hogy ezt az orosz fél hatástalanítja, és ha egyszer visszakerül Magyarországra, akkor ez már nem lesz szemét, hanem gyakorlatilag abból kikelhet a paprika palánta is. Venne mérget rá? Én nem. Nem, én csak megpróbáltam érvelni. De hogy a következő, az elmúlt években emlékezzék kérem. Milyen cirkusz volt azzal, hogy a Pakson kiégett kis és közepes erősségűekkel mi történik, hát, bátonterelni, meg minden. Hát hogy mondjam, ez nem az a dimenziónak a sokszoros lett volna. És hogyha ez tisztességes dolog, tessék előre leírni, és meg rendbe rakni. Így hogy mondjam, ez egy bizonytalan helyzet, ami nagyon-nagyon sokba került nekünk, még alaptörvényi tilalom sem fennáll. És hát ezek azok a pontok, amelyekről egy gazdasági döntés jogilag megtámadható. Tehát nem mindegy, hogy mi van az alaptörvényben. Ha megyünk tovább, akkor a népszavazás. Valóban vannak népszavazási tilalmazott témák. Ezek között, amit az államfő mond, ezek fennállnak. De arról, hogy Magyarország óhajt-e atomenergiára épült stratégiát kialakítani, mert a németek nem akarnak, az osztákok se akarnak. Arról nép igenis dönthet, hogy Magyarország együtt akar-e élni az atomenergiával a következő 10-20-30 évben, vagy sem. Nincs tilalom. Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés, parlamentnek volt is energiastratégiája. Minden további nélkül lehetően kérdés megfogalmazni, ami erről szól. Tehát ez nem tartozik a nemzetközi kötelezettség, a nemzetközi szerződéseknek a körében? Körébe? Meg lehet úgy fogalmazni, hogy nem Paks 2-ről, hanem Magyarország 30-50 évre szóló energiastratégiáról van szó, amelyben vagy lesz atom, vagy nem lesz atom. Hát igen, csak ugye az alaptörvényben az van, hogy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről nem lehet népszavazást tartani. Ez megint egy olyan mondat, ez esetben egy tágan értelmezhető mondat, hogy persze, arról is népszavazhatunk, hogy 10-20-50-60 évre le akarjuk-e magunkat kötelezni, na de ez akkor is ennek az alapja egy nemzetközi szerződés. Önnek ebben az érvelésben igaza van, ugye a jog attól szép, hogy alperes más mond, mint felperes, lehet olyan tisztességes jogi levezetést adni, amely azt mondjuk, mi most nem Paksot abszugoljuk, hanem azt mondjuk, hogy Magyarország nem akar 2050-ben, 70-ben atomenergiára épülő energiapolitikát csinálni. Pont, és ha egy ilyen népszavazás volna, az az országgyűlés számára lépéskényszert jelent, hogy mennyire így van, Svájcban példa. Hogy volt egy népszavazási dolog, alkalmazkodik, mert senki nincs a nép fölött. Mindenki hatalma onnan ered. A nép, népi a szuverenitás ellentétben, mint a miniszterek szokott mondani. Nem a kormány, nem az országgyűlés szuverén, a nép.
Következésképpen a népszavazásnak a megvalósítása közvetlen és közvetett demokráciával történik. Magyarországon parlamentáris rendszer van, ezért elsődleges forma a képviseleti demokrácia, a parlamentarizmus, de amikor népszavazásnak van helye, az felülír mindent és mindenkit. Meg kéne tanulni és be kéne tartani. Itt most már lehet, hogy leegyszerűsítem a kérdést, vagy túl egyszerű logikai láncolat mellett haladok, de hogyha a parlament elfogad egy törvényt, akkor amíg azt az államfő nem írja alá, addig az nem hatályos, igaz? Úgy van. Akkor Áder János, ha megkapja a paksi bővítésről szóló törvényt, mielőtt aláírná, akkor mondhatja azt, hogy ehhez küldöm, ahhoz küldöm, népszavazásra, mert hogy az még nem egy hatályos nemzetközi szerződésből adódó kötelezettségről szóló törvény. Tehát ha nem írta volna alá, az ő aláírásával lett ez hatályos. Akkor meg miért hivatkozik arra, hogy nem lehet népszavazást kiírni ebből, erről a témáról, mert hogy ez van. Ő tette ezzé. Úgy van. Erre mondja a jog, hogy turpis hozzáállás. Turpis? Turpis, igen, van ilyen kommentet. Van ilyen. És akkor még egy dolgot, az alaptörvény. Ugye alaptörvényi novum a közpénzügyek olyan alkotmányos kontrollja, ami a GDP 50%-ához köti, hogy milyen kötelezettség vállalható. Itt persze lehet azt mondani, hogy de hát ez majd jövő meg azután, de az alaptörvény nem pillanatfelvétel. Az alaptörvény sok évre szól és ad egy olyan koordinátorrendszer, amihez alkalmazkodni kell. Nem lehetett volna tehát Moszkvába olyan megállapodást kötni, itthon törvényen megerősíteni, ami az alaptörvény 37. szakaszát durván megsérti. Jó, de ráadásul nem is hajt a tatár vagy az orosz. Senki nem hajt, mert... Van idő. Még a paksi egyes erőműnek is van kifutási ideje, a beruházás még 10 évig, de már az előkészítő munkálatok igen, hiszen azt már tegnap kiírtak egy pályázatot az előkészítő munkálatokra, de hogy lenne idő társadalmi vitát folytatni, mindent. Ön mire gondol, mire ez a lóhalálában? Elfogadom, felveszem, hitel, nagyon jó kamatozás, senkinek nem mondok semmit. Mire jó ez? Pénz mozgatja a világot. Ja. Vagy itt említett, hogy nem kerget az orosz. Erre van egy példa. Oroszország oroszuletet játszik velünk, de mi azt elitárral játszok. Ugye megforgatják a dobtárost. Ismerem az oroszuletet, csak és nem egy golyó van benne, mindegyik. De hát, ha csak úgy nem. Na de ez nekünk miért jó? Tehát hát, fájni fog. Nem kicsit. Igen. Hogyha valaki ilyen játékszabályokat elfogad, az gyakorlatilag... Felelőtlen ember. Hát azt szerintem több annál, hogyha valami teletárral játssza az orosz rulettet. Igen. Bízunk abban, hogy megismerhetők lesznek majd egyszer a részletek, és akkor sokkal okosabbak leszünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.